generáció, tehát minden más, de mindegy, majd aztán mondom később. Jó. Hát akkor gyorsan elmondom, hogy mi ez az egész, aztán meglátjuk. Négy darab munka van összesen. Az a kiállítás című, hogy Past in Progress. Ez egyrészt a Work in Progress-el asszociál, másrészt meg olyan munkákra, amik a múlttal meg az emlékezéssel foglalkoznak. Mert az elmúlt 4-5 évben dolgozom elég aktívan így a családommal, és ez ennek a valamilyen szinten folytatása, kicsit más szemszögből. Azok a munkák azok inkább sokkal direktbe foglalkoztak a múlttal, meg a kettővel ezelőtti generációval, tehát így a dédnagyapámmal, meg a nagyapámmal. Ezek meg sokkal inkább foglalkoznak a múlttal, de valahogy így rajtam keresztül, direktebben. Lehet, hogy ebből kezdem. Ez egy 70 darab szken, beszkennelt tárgy az elmúlt 10 évemből, olyan tárgyak, amiket különböző költözésekkor cipeltem magammal, amiket így követtek engem, és nekem tavaly előtt vége lett ennek a 10 éves házasságnak, és ezek olyan tárgyak, amiket dokumentálni akartam, mert hogy ezek ott maradtak a gyerekeknél, meg a volt feleségemnél, és valahogy akartam, hogy ennek legyen jó. Úgyhogy ezek között vannak fontos, meg nem fontos, vagy jelentős, meg jelentéktelen tárgya. Ott vannak a gyerekeknek a fogaitól kezdve a két jegygyűrű is, meg egy csomó ilyen tárgy. Azért szkennelés és nem fotózás, mert azt akartam, hogy általában mindig olyan technikát választok a különböző munkákhoz, ami a legpontosabban segíti azt, amiről beszélni akarok. És a szkennben meg benne van ellentétben a fotóval, így az időnek ez a folyamata. És azért akartam, hogy ezek szkennelve legyenek és ne fotózok. Ennek a munkának igazából van egy másik verziója, ami egy nagy kép, egy kör alapban rendezve, és az a címe a képnek, hogy a kör nem gömbölyű, ami a Eső előtt című filmből egy ilyen fontos mondat, nem tudom, hogy emlékeztetek arra a filmre, az a 90-es évek elején volt egy makedón film. Ez 6 darab fotó. Az egyik írógép, a Hermész, az a nagyapámnak volt az írógépe, a Erika az meg az apámnak volt az írógépe. És ezek, hát tekinthetjük igazából a portrénak, de ez úgy van lefotózva, hogy van egy erőnézet, egy fölülnézet, meg egy oldalnézet, ami kicsit hajaz így a rendőrségi archívumokra is. És ennyiben kapcsolódik ehhez, hogy ez a dokumentumból ebből is megvan erősen. Ugye az apám könyveket ír, ezeken írta annak idején a rövidebb cikkeket, ahogy kézzel ír. A nagyapám meg szakfordító volt, illetve 3x3-as ügyvédben. És tehát ő ezen írt jelentéseket is, meg fordításokat is, ezen meg csak irodalom készült. Úgyhogy akartam két ilyen, hát végül is portrék, fontos tárgyon keresztül. Ez a munka, ez igazából egy, hát kicsit ilyen tanulmánynak tekintem, mert erre van egy szoborterve, ennek az a címe, hogy Domicile Fix, egy állandó lakhelyek, és az elmúlt 35 évben azok a lakásoknak az alaprajzai vannak megcsinálva emlékezetből, ahol laktam folyamatosabb ideig. És szóval az is fontos, hogy emlékezetből van, meg az is, hogy közben olyanak akar lenni, mint egy rendes
műszaki rajz. És hát az időben így megy körbe. Ez a legutolsó lakás, az mondom, ahol születtem. És ennek lenne egy szobor változata, ami most dolgozom, ahol a különböző alaprajzok különböző szinteken vannak, és minden alaprajz, két alaprajz között annyi különbség van, vagy olyan magasság van, ahány életalmi lakásban éltem, akkor mint egy ilyen diagram le lehetne olvasni egy szobron keresztül, hogy hol mennyi időt laktam. És ez mindegyik úgy van beforgatva, hogy a valóságban van. Tehát egy ilyen Ez a... Itt azért nincsenek falak, mert hogy ez egy kétszintes ház, a szüleimnek a háza. A többi az lakás, mert ez a legnagyobb. És ami nagyon furcsa, és nagyon kicsi, az, amikor 18 éves koromban kimentem Párizsba, akkor itt egy padlást térő szobában laktam, körülbelül ekkora volt. Kinyitottad az ajtót, akkor már az ágyat. Ha egyszer az ágyat leraktad, akkor az ajtót nem tudtad ki. És ennek akartam egy másik változatát. Ezek mire találjuk? Egy másik, igen. Ennek akartam, ezzel csináltam egy másik verziót, ahol ugyanilyen akvarel kartonba igazából bele voltak csak karcolva az alaprajzok. Csak aztán elrontottam az egészet, és akkor csináltam egy időt. De hogy ott is az lett volna a fontos, hogy igazából nyomot hagy. Tehát ugyanúgy, mint a szkennél, hogy találok egy olyan technikát, ami alkalmas arra, hogy még legyen egy rétegben, és igazából ez a karcolás is olyan lett volna, hogy így van is, meg nincs is. Tehát ugye emlékezetben van, miközben azért ez a létező lakások, és hogy arra jelvileg ez a karcolás. Úgyhogy ennyiben ez egy, hát igen, tanulom, hogy igazából a szívokhoz. És ő az utolsó munka, ennek az a cím, hogy talált nagymama. Ezt meg szerintem 98-ban csináltam. Ez egy talált fotóból van felhúzva. Én annak idején, meg igazából még most is csak meg kicsit leálltam vele, van egy talált fotó gyűjteménye. Van tanításkor, meg utcán talált fotókból áll, ez egy elég nagy anyag most már, és ebben egy időben dolgoztam, mindjárt 2000 körül, akkor csináltam az Original Copy nevű sorozatot, ahol néha kiemeltem ezekből a talált fotókból egy-egy képet, és felhasználtam. És volt ez a nagymama, amit soha nem tudtam valahogy így berakni az épp aktuális munkáimba, és valahogy így most érett meg, hogy így visszaemeljem ugye a munkáimba. És mert hogy közben lettek gyerekeim, nekem nagymamám az soha nem volt, mind a kettő meghalt 80-ban, úgyhogy nincsen nagyon ilyen nagymama élményem. De attól, hogy lettek gyerekeim, attól hirtelen ez a nagymama, mint státusz visszakerül az életembe a gyerekek révén. És akkor elkezdtem most magamban csinálni nagymamákat, és ahol ez az első kép. Lesz majd még több is, ezek nagymamák. Most így gyártam magamnak a nagymamákat. Olyan nagymamák, akik megmérnek a nagymamát? Te szeretnél, hogyha... Hát, hogy nekem van egy ilyen, tehát ugye a nagymama kép, az nekem nincs nagymama kép a fejemben. Tehát, hogy van egy két fotó, ahol láttam így a nagymamáimat, de hogy semmi viszonyom nincs hozzá, úgyhogy vagy a barátaim nagymamáját láttam mindig, hogy nem tudom, palacsintát sütnek reggel 8-kor, vagy illetve most az anyámat, meg a gyerekeimnek a két nagymamáját látom, hogy az emberünk három nagymama, mert ez egy bolyfont csaj. Szóval, hogy most láttam, hogy milyen tud lenni egy nagymama. Úgyhogy olyan képeket választok, ami nekem beleindik ebben a nagymama. És ő az első. Nagypapa volt. Nagypapa volt, meg ugye nagypapákkal foglalkozom elég sokat, az anyai legyen távol,
csináltam a videót, amikor elettem, és fölgyorsítottam olyan tempóban, hogy normális ritmusban legyen. Az apai nagypapámmal meg elég sokat foglalkoztam az elmúlt évben. Van ez a írógépes dolog is, meg az ACB-ben lehetett látni a időmintázatai című kiállítást, ahol van a, meg a műcsarnokban is, még az Aviván, ott is bemutattam egy videót. Az apai nagyapámról az egyik a videó az a feketén-fehéren, ahol a 71-es Gazdag Gyula film a sípoló macskaköveknek a záró jelenetében ő statisztaként szerepelt, és én megvettem a filmnek ezt a utolsó két percének a jogát, és abból csináltam egy videógrupot, ami szerintem elég jól modellezi a nagyapámnak az életét. Tehát van egy vonatút, ahol folyamatosan lehajtott fejjel utazik a nagyapám, és néha van egy pillanat, amikor felemelje a fejét, a szemedbe néz, és utána visszahajtja a fejét. És a nagyapámról annyit kell tudni, hogy ő megszületett annak idején, 19-ben, mint Eszterházi Mátyás, aki elvileg az örököse lesz a Csákvári és a Majki kastélynak, tehát egy beleszületett egy viszonylag jó helyzetbe. Majd ugye az egész megváltozott, elvették a kastélytól mindent, utána kitelepítették, majd amikor a kitelepítésre visszajött, utána beszervezték 3x3-as ügynöknek, ami több mint 25 éven keresztül csinált. És hány éves korban tudtam? Ezt akkor tudtam meg, amikor az apám megírta a jelenlegi kiadást. Mondjuk a 2002. És mondjuk így a megjelenés előtt két héttel így fölhívott minket, hogy ezt így elmondja. Már tudta akkor, ő se tudta korábban, senki nem tudta, ő két évvel korábban megtudta, amikor a harmadik megjelent, és ő elment a történeti levéltárba kikérni a rá vonatkozó dokumentumokat. És amikor bejött, akkor mondták, hogy róla nincs nagyon sok dolog, de hogy itt van négy dosszi, amit meg kéne nézni. És akkor nyitotta, és az első oldalon felismerte rögtön a apjának a kézírás. Úgyhogy ez egy elég súlyos dolog, és nekem mondjuk elég sok időben telt, hogy ebben tudjak foglalkozni. Egyrészt azért is, mert az apám az elég rendesen lefette ezt a terepet, mert ez az egész család dolgot, és azon belül is a nagyapámat. De hogy egy idő után az van, hogy így ezt lehet tologatni magunk előtt, csak ez a probléma mégis ott van, amivel egy idő után kell valamit kezdeni. És akkor egyrészt van ez a film, és ehhez kicsit kapcsolódik, de mondjuk különálló munka az Ortodromi című fotóobjekt, ami egy nagy méretű fénykép, egy manuális lentikulár, tehát egy ilyen harmonikaszerű fa szerkezetre van két fotó csíkonként felragasztva, amitől van két nézeted, illetve három, mert ugye középen ugye a két fotónak egy ilyen furcsa ötvözete van, és az egyik oldalról látjuk a nagyapámat 16 évesen Vízmagyarba a kastély előtt, és a másikon az 50-es évek elején kitelepítve egy dínye fölben, nagyjából ugyanabban a pozícióban. Tehát az egyikben a dínye van a kezében, a másikon meg így a kardban így. És ugye ez a nagyapámnak két szélsőséges állapota az életének, és ugye amikor szemben állunk vele, akkor egy ilyen nem igazán, nincs igazából összemosva, mert hogy közben még szögben is van a kép, tehát egy ilyen egészen furcsa keveredés a kettőre. Úgyhogy nagypapákkal így foglalkoztam sokat, és akkor most kicsit foglalkozom a rendőrökkel is. Fiktív nagypapád. És amikor a nagyapáddal foglalkoztam, akkor már kint volt a Franciaországban, kibertől? Igen. Folyamatosan. De volt közben 3 év, amikor itt voltam, 2006 és 2009 között. Csak azért kérdezem, mert apának a könyvét pont Angliában olvastam, és már érdekes, hogy olyan távolról visszagondolni ezekre a dolgokra, és úgy olvasni. Mint hogyha itt van az ember, nagyon más. Ez néha sokat segít.
hogyha az ember kicsit kívülről nézi a dologra. Azért mondom ezt a buktával, milyen furcsa a párhuzam, hogy így a személyesség ott is alapvetően dominál. Totál más generáció, teljesen más anyagokkal dolgozik, teljesen más társadalmi környezetből jön. De mondjuk totál személyes szinten ott is elhangzott a válás lénye és a vissza mondjuk neki vezőszemelére. Ez marha furcsák ezek a furcsa összecsúszások. De én nem szoktam ennyire személyet, tehát hogy az összes családom munkámban van egy ilyen nagyon erős személyes vonal, csak valahogy tudom így távolságtartással kezelni ezt az egészet. Szóval bunkó módon mindig azt mondom, hogy így használom az alapanyagot, a családomat. Ez egy fokkal személyes. És mondjuk ebből a szempontból, amikor az AC-ben volt a kiállítás, akkor én az apámnak nem nagyon szoktam mutogatni a dolgaimat. Mindenki csinálja a saját dolgát, de hogy így eljött és megnézte. És akkor ő mondta, hogy milyen furcsa, hogy igazából ugyanarról beszélünk, csak máshogy. És igen, szóval, hogy így valahogy ebben a családban benne van az, hogy olyan sok dolgot rak rá, igen. Akkor így megszületsz, akkor kapsz egy ilyen nagy zsákot, hogy így neked ez a neved, és akkor ebben, ha akarsz, hanem valamit kell kezdeni, és akkor így ő is kezdett vele valamit, és én is. És nem az a nevedő, hogy ilyen esetleges betűhalmaz, vagy halmaz. Hát igen, közben én nem akarok ezzel foglalkozni az egész életemben, csak az van, hogy annyira érdekes ez az egész, hogy minél jobban ások le, annál több olyan dologba akadok bele, amivel szerintem tök jól tudok modellezni egy csomó dolgot, ami érdekel. Szívesen foglalkoznék én más családjával, vagy bármi mással, csak valahogy az van, hogy ugye ez van hozzám a legközelebb, mint alapanyag, és akkor ebben lehet van. Mindenki foglalkozom a saját családjával. Egyébként pont ez volt a találkozó fotókkal, egy idő után az volt a problémám, hogy vannak komplett családok, akik kihasználják a fotókat, és ott van, nem tudom, 600 képen egy darab családom. És pontosan össze tudom rakni, hogy hogyan épült fel a család, mi volt a történetük, és kb. Van ilyen 6 családom, ami ilyen egybefüggő fotókon keresztül, és így ültem te igazat, hogy nem akkor milyen foglalkozás egy családjában, ami... Vagy egy fiktív családot kérdezik. Mert annyira ilyen terhes volt egy idő után, hogy én ott nézegettem, hogy akkor a Károly látsága, nem tudom ki ez. És egy van olyan, hogy mondta, 4 éves a gyerek, és 60 éves, tehát így... Igen. És nem ezzel vett fel a visszatérő munkalmat ezekből, hogy időt felmérőzzel, hogy neki megszületi, anyja, apja van, dolgozik, meghalt. Tehát hogy még a fotóknak is van egy hihetetlen magatartása. De egy pontig érdekes, de egy pont után rájössz, hogy igazából hihetetlen egy hangosan az embernek. Én el is gyűjtöttem fotókat így, meg, és szerintem hát, hogy van benne egy ilyen, hát ez a voyeurség, tehát bele olyan dolgokhoz látsz rá, amire semmi között igazából is az. De az a furcsa, tehát itt az egész kérdés van az a furcsa, hogy igazából minden technikai kép, tehát úgy csak a felületét érzed a dolgoknak, igazítás, de sehol nem jelenik meg. Tehát semmiféle fizikális jelenléte nincs azoknak a dolgoknak, amik itt vannak. Vagy fotó, vagy talált fotó, vagy szkennelt kép, de a maga a tárgy az nincs. Tehát az marha furcsa ez a virtuális jelenlét. A buktánál meg pont fordított, meg folyamatosan beszólnak a konkrét anyagok, meg tárgyak. Meg a festményeknek is van egy ilyen ücskös, marhára meggyötört jellege. Ugye ez milyen, szerintem nagyon érdekes, ez ilyen generáció, és ugye egészen más technikákkal gondolkoznak, hogy médiumon.